Üdv mindenkinek, Scuderia vagyok, és újra a Stardew Valley-ben vagyok, már hosszú ideje nem jelentkeztem belőle, és már többen is mondtátok, hogy jó lenne, ha csinálnák már belőle valami epizódot, és hát akkor legyen, mondom. Miért is ne? Kicsit meg belenéztem az előző részbe, hogy mégis kb. Mivel foglalkoztam, és itt kiírtam magamnak, hogy a végén el szoktam mondani, hogy mivel fogok majd foglalkozni, a silót kell megvennem, csirkékkel és a majonézgéppel kéne foglalkoznom, tehát valami ilyesmikkel. Nálam van a rézrud, fogalmam sincs, hogy mennyibe kerül a siló, de azt mondtam abban a videónak a végébe, hogy nálam van az összes cucc, ami kellhet hozzá. Itt úgy látszik, itt angol lett ez most már, de nem érdekes végül is. Amit mondanak a szellemek. Jó, most jó szerencsém van, úgyhogy lehetne mennem ilyen bányász körútra is. Arany Dubrincs napközben, erdei folyókban található szivárvány pisztráng, napközben erdei folyókban hegyeken található gömbhal, kora délután óceánban. A polip reggel az óceánban. Hú, ezek jó információk, de ezt nem fogom megjegyezni az életbe se. Meg a halakkal most egyelőre nem is akartam nagyon foglalkozni. Megnézzük, hogy mi a helyzet kint a termelésbe. Aha. Remélem nem hangos a zene a hangomhoz képest, mert a következő epizódban azt javítom, hogyha esetleg igen. Oké, kutyust egy kicsit megsimogatjuk, megnézzük, mi van itt. Egy kis karfiol, ez jó pénz. 2158 pénzem van, úgyhogy kinek karfiol vizével hadd okoznom. Itt hol a konzerv? Itt van. Ez általában ez jó pénz, úgyhogy ezt érdemes eladni. Na nézzük, hogy mit tudok beletenni. Van-e még karfiolom? Ó, van itt bőven karfiol. Rakunk bele ilyen szuper karfiolt. Mert azok általában... Na nem tabad az inventory, hanem I betű, nem? Hanem E betű, jó. De ezt meg kell szoknom, mert most annyi minden játszottam az elmúlt időszakban, hogy... Nem tudom már mi micsoda benne megint. Oké, ezt beleraktuk. Akkor elvég nálam van az összes cucc, ami kell. Hát itt van valami szüretelni való, hadd nézzem. Nincs. Oké, semmi sincs. Akkor egy nagyon gyors öntözésbe kezdünk. Nem tudom, milyen kannám van. Cooperes, azt hiszem az 3-at tud öntözni, vagy többet is? Vagy mi a helyzet vele, ha nem lesz 3-as csak ja. Akkor ezt még egy kicsit gyúrnom kell majd. Most közben próbálom összeszedni az információkat így a játékból, hogy hol tartottam. De most elmegyünk aztán. Hát gondolom az is 9-kor nyit a Robin, akkor megrendeljük a fejlesztést, a mi azt, silót, igen, így van. És hogy állunk egyébként? 4. napja van a nyárnak talán? Vagy talán, nem tudom, hogy ja, talán nyár van. Annyira nem vagyok most már képbe. Kimaradt egy olyan, hát nem is tudom, 3 hét is talán ebből a játékból, és hát ez nagyon jó játék, csak most annyi minden fut a csatornán ilyen projekt, hogy felháborít, hogy milyen keveset foglalkozok egyes jó játékokkal. Ott van a Carbonic Simulator, azzal is kéne játszanom, de egyszerűen nincs rá érkezésem. Most az LTS nyomom. Oké, ez így pipa. Ez így rendben van, még nincs 9 óra, de most már lassan annyi van. Nem tudom, volt-e itt olyan, hogy gombbal vagy... Nézd már, csirkeolom már van, ez jó. Itt még nem volt ilyen választási lehetőség, hát csirkén még nem lehet szerintem, azt nem vettem, én úgy gondolom. Ja, az nincs, jó, helyes. Viszont a silónak valami helyet kéne itt kaszálnom, vagy valami, mert nem fogom tudni megoldani. Már most lekaszálok ott egy ilyen kis kupacnyit. Nem fogom tudni másképp megoldani, mert az a baj, hogyha nincs előkészítve a plac, akkor ezt nem fogja megtenni senki helyettem, és egyszerűen nem fogja engedni ide rakni a silót, ahova szeretném. Ezt azért itt lekaszálom, hogy itt biztosan el tudjam helyezni. Ezt a követ kikoppantom innen, úgy, és akkor elvileg így most tiszta a plac, ide lehet így telepíteni ilyen dolgokat. Jó, még egy sortit kiszedünk, mert annyira nem fontos, hogy ez így legyen. Egyenni. Oké, jó, így biztos el tudom helyezni. És akkor elrobogunk Robinhoz, abban a tudatban, hogy van nálam fa is, talán nincs nálam egy darab fa se. Kő az van, hát megnézzük, hogy van-e fa a ládikomba. Fa az biztos kell a silóhoz, ebben 1200%-ig biztos vagyok. Viszünk ilyet. Jó,
317 fa, egy csomó ilyen, egy csomó olyan, ennek elégnek kell lennie. Pénzem is van, úgyhogy... Most már csak az lehet, hogy nincs otthon a kedves építészünk. Szia kutyus! Nem tudták megsimogatni, de szerencse legyen veled, vigyázz a házra, amíg nem vagyok itthon. Addig itt megyek a Robinhoz. Ott ott egy harkály. Azt üldözöm most. Na nézzük, ő itt a Robin, itt lakik lent. Hát remélem itthon lesz, jó lenne, nem jöttem volna lesre. Ó, itthon van királyság. Na. Azt mondja, hogy nekem olyan kéne, hogy... Farm épületek építése. Így van. És egy ilyen silot 5, 10... Jó. Nem is kellett a fa hozzá. Ezt rosszul gondoltam, de mindegy is. Nem is érdekes, ide rakjuk ni kutyuska mellé. Robin neki is tud ugrani, ez nagyszerű hír, mert mihelyt meg lesz. Nagyszerű hír. Te veled beszélgettem mostanában. Paradicsomnak van szezonja. Ja, hát. Ilyen élet ez a farmerkodás. Akkor lerobogok, most megnézem Pierre-t, hogy egyáltalán milyen évszak van, mert ebből nekem nem derül ki. Hát talán tavasz lehet. Talán. Vagy az évszak, ez a napszak. Ez lehet a nyár. Ja, nyár lehet. Nyár lehet. Azt satszolom. Úgyhogy... Itt van Abigail. Na, ezeket legalább nem felejtettem el a neveket. Hát én voltam ott. Annak se. Az se fenékig telj fel, ami ott folyik lenne. Nézzük ezt a küldetést. Szeretne egy ametisztet marni. Egyelőre elfogadjuk, aztán meglátjuk, hogy tudjuk-e teljesíteni. Ez is ilyen félig. Vagy hát ez mondjuk konkrétan angol volt. Na nézzük, Gusznak lesz szülinapja. Hát erről a nap, erről a térképről nem igazán érdekel senki, de egyébként nyár van. Nyár van. Maguk vannak-e otthon, nem tudni. Eléggé kora nyár van, úgyhogy lehet itt varjálni. Paradicsom, dinnye. Fogalmam nincs, hogy mit ültettem. De tényleg fogalmam nincs. Paprika, azt szereti a... Paprikát szereti a polgármester, és az a jóba kéne lennem. Hát, mit tudom, egy 10 paprikát vegyek, vagy nem tudom. Nem, még nem veszek. Elmegyek haza, megnézem, mi van, mert fogalmam sincs, hogy mik vannak ültetve. Nem, mintha az elültetett cuccokból rájönnék, de sose tudni. Mi van most, kora délután van? Lehet, hogy lemegyek a patakra. Nem tudom, melyik a patak egyébként. Hogy van a térképem? Tehát ez patak. Ja, akkor lemegyek a patakra. Itt ez pataknak számít, ami a falu határában van, vagy a városka határában van. Közben tekintek egy kukába, és hogyha nincs itt senki, de itt van valaki, úgyhogy nem kukázunk. Itt elkezdek egyet horgászgatni. Ahogy aztán meglátjuk, hogy mit fogunk. Na, semmit. Na, kapás, jó. Valamilyen hal. Hoppa, ez az a gonosz fajta, amelyik össze-vissza ugrándozik. Ezt nem lesz egyszerű kifogni, ez el is fog menni szerintem. El, jó. Van, amit, van egy olyan típus, amit abszolút nem tudok kifogni. Vagy hát nagyon ritka, hogy sikerül. Jó, ez most egy kicsit el... Nem figyeltem oda. Na, még egyet próbálkozok, ezt abba hagytam a horgászást. Pedig ebből lehet dinó tojást szerezni állítólag. Nagy valószínűséggel. Na, kapás az van. Ez is az idegesítő fajta? Nem, ez talán nem az az idegesítő fajta, ha lesz. Lehet kontrollálni valamennyire. Naphal. Új rekord a naphal piacon. Jó, én ezt adom. Ja, kijött ez a szerencsétlen. Itt hol lakik egyébként a... Most nem tudok neki adni ajándékot, gondolom. A... Hogy is hívják annak a szőke csajnak, annak csaptam a szelet, úgyhogy annak hoztam a virágokat itt. Na mindegy, most nem is tudom, hogy hívják. Azt kell majd elhalmoznom ajándékokkal.
Jó, hát most nem költjük a pénzt egyelőre, nem tudom, van-e valami termés, amit le lehet szedni, nem látok olyat, ami szedhető lenne, nem is foglalkozunk vele, megyünk fölfele, és hát meg kell kitalálni, hogy mi az, amit termesztek éppen, vagy termelek éppen, és miből kéne még. Mert még be tudok menni a faluba venni magokat, egyébként van rá lehetőségem. Hát, kikelt az izé is, vagy meglett az is. Akkor viszek még egy ilyen egy ezüstöt rakunk bele. Jó, és akkor ezt bele is hányjuk. És akkor ide meg mehet bele, és akkor én elmegyek, veszek azért dolgokat. Veszek én azért a PR-nél dolgokat. Mint hogyha most nem is lenne itt semmi, veszek mindenből egy picit. És akkor majd kiderül, hogy mi a helyzet. Megint nem néztem bele a ládákba, pedig már jó szerencsém, elmehettem volna izéhez is a... Hogy hívják? Szia, polgármester! Hát most nem megyek be a szalomba, de este majd lehet, hogy benézek. Szóval a kovácshoz el lehetne menni törni ilyen izéket, de nem tudom, nem hiszem, hogy van nekem most olyanom. Na, egész nyáron ültet, ez 13 nap, az 13 meg 4, az 17. Kék áfonyát teremne ez is végül is. Viszek 9-et ebből, ja. Paradicsom az 50-be került, 11 napig tart. Az első adatás után termel, jó sokáig tart, még kijön. Dinnyemagvak 12 napig tart, hát ebből is kéne egy pár darab. Hát 5-öt viszünk dinnyéből, paprika az 40, 5 napig tart, és utána jó, ebből viszünk egy 10-et. Így. Most elfogyott megint az összes pénzem kb. Retek, mi ez a retek? 6 napig van a retek. Mák magvak. Ugye ez virág, igen. Komló. Ezeket nyáron ültes, 11 nap alatt nőnek, meg utána tovább termelnek egy lécen komló magva. És azt hiszem ez izégi, minden nap fog teremni. Jó, akkor ebből viszünk... 5-5. Jó, az jó. Kukorica magvak. 150-es, sok egy kicsit, de mindegy, komlót az viszünk még. Komlót elvisszük, ja. 6 magat, az 11, 2, 3. Ennyi komlót. 8 komlónk lesz, jó. Tölgy, micsoda? Tropusi növénytermelek. Növény. Hát egy ilyen virág, most az arra nincs szükségem. Ez melyik, ez a ládikó, vagy a hátizsák? Ez a 36 férőhelyes, a 10 000-em nincsen, de most minden pénzemet elcsesztem. Gyorsan ezeket elvetjük. Aztán akkor, hát minden, most ezt a tényleg mindenfélét ültettünk, vagy hát sok mindenünk van, amit lehet termeszteni, termelni. Bányában nem hiszem, hogy kell mennem. Annyi, hogy még, hát már 5-ig nem érek vissza, szóval 5-ig vannak nyitva ezek a rossz életű, nézd meg, karfiol magvak vannak, de ezek ősi magvak. Az ősi magvak az egy darab ősi magvan van, de jó ég. Kevert magna. Ezt a... Ez ilyen random magvak. Jó, hát ezt elültethetjük végül is. Van paprika is, tehát akkor csinál már paprikát elvileg. Elvileg már ilyennel foglalkozok. Itt van búza is. Aha. Jó. Na, akkor hol a kapám? És nézzük a csenk valami hasznosat ebből így. Ezt visszadobjuk. Szerintem ezt is. Ez máshova kell, ezt nem tudom, miért cipelem. Ezt megevés céljából van nálam. Az még jó jöhet egyébként. Nem. Ezt a halat eladjuk, mert ez nekem nem kell. Menjen csak, ez lehet, hogy jó pénzt ér. A naphal. Úgy. Jó, te bemehetsz oda, a komlót ezt ide rakjuk. Marad. Ez nem kell. Te ide jössz, így van, oké. Jó, így jó vagyok.
ősi magvak, nem tudom mi az, fogalmam nincsen, tényleg nem tudom. Azt mondja, 10 darab paprika. 10 darab paprika, az mehet ide mondjuk. 2x5 paprika. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilyen szerény a, ez is a búza, lehet, hogy abból is többet kéne vetnem. 2, 3. Jó, oda vég, oda nem akartam, és azt meg is szüntetjük, mert ne legyen nekem ilyen undorítót. Jó. Ezért kell megnézem még a trágya bizniszt, mert azt betrágyáztam elég jól azt a területet. Úgyhogy ezt is hasonlóképpen jól meg kéne oldanom. Ígérgettem itt nektek mindent, hogy nem fogok sokat öntözni, de azt hiszem, hogy sokat fogok öntözni. Főleg most, hogy fogalmam sem volt, hogy mik vannak itt, és azt a madárijesztőt meg ide kell majd becsapnom, ahol a haverja van. Azt hiszem, meg kell nem majd a következő ilyen kis kajámat. Jó, akkor téged kiszedlek innen. Jó, akkor téged kiütlek innen, mondjuk ezzel talán, ezek lehet. Így van, oké. Akkor ezzel így. 1, 2, 3, valahol itt lakik a haverod is, kb. Így van, oké. Ide pedig lehet valamit ültetni. Hát én ide elvettem az ősi magot szerintem, mindjárt. Úgy, ezt meg is öntözzük. És idehozom azt az ősi magot, van nekem egy ősi mag van. Itt ez. Meg trágyát is kéne csinálni, ha van rá lehetőség. Azt mondja, hogy crafting, kezdek belejönni. Faned, hát ebben sok faned, de nekem sok is van, tehát mit tudom én. Csinálunk egy 100-at, lefogyasztjuk, hogy 100-ig. Kb. Így, 32-vel azzal el leszek. Így, ne. És akkor kezdjük azzal, hogy az ősi magvaknak is alá trágyázunk. És ide elvetjük, oké. Búzám az, mintha lett volna egyébként. Ja, itt van nálam búzamag. Jó, mondjuk ebből nem kell aranyérmes, tehát ez... De azért legyen búzánk, mert ebből lesz sör. Később rámegyünk akkor arra a komlót, ugyanígy fogjuk lenyomni itt. Ezt a szélére kéne rakni. Mondjuk ide. Arra is lehet tenni ilyen izét, nem? Trágy ezt. Hol a trágya? Itt van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hát ez nagyszerű, pont 8-an van komlóból. Már dobom is le őket ide. Ez azért jó, mert ez, hogyha letelik a... mennyi idő? 11 nap. Akkor napi szinten fog termelni. Kicsit elkéstem bele mondjuk egy pár napot, de nem olyan sokat. Öntözzük is meg ezeket. Mondó vagyok. Az öntöző berendezések is fontosak lesznek, de hát még egyelőre nem tartunk ott, úgyhogy mellett is csinálunk egy csapást, és valamit ültetünk. Hogy állunk egyébként itt időben még jók vagyunk, csak egy kicsit sötét van. De ez nem szegi kedvünket itt a munkába. Bekakizom itt ezt a részt ilyen műanyagkal. És ide rakunk... Ez a dinnye lehet? Dinnye magvakja. Ide rakjuk a dinnyéket. Egy dinnye, két dinnye, három dinnye, négy dinnye. Öt dinnyén van, ennyi van, oké. Van két ilyen no-name magom. Ez meg a bogyós cucc, ebből 9 van. Az azt jelenti, hogy egy sort lehet belőle csinálni. Akkor szintén azt csináljuk, hogy így megöntözök. És akkor egyet abból megtartunk. 9-et nem fogok most lerakni. Jó, én most alig látni itt, úgyhogy jó lesz, hogyha... kisüt a nap majd, vagy végzek már. De nézzük akkor a bogyót, azt rakjuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és egy maradt elvileg, jó. Búzát elültettem végül is, mert úgy néz ki, hogy igen, mert itt már minden el van ültetve. Nagyszerű, akkor ezt meg is kéne öntözni. Amondó vagyok. 22 óra van, és hát annyira nem vagyok fáradt még, mint amennyire lehetnék. Jó, ez egész jól sikerült. Jó, ez is megvan. És itt még 3-at tudok ültetni valamit. Szóval 10 darab ilyen nyavaját el tudok ültetni ebből a
paprikából. Ezt akkor ide fogjuk ültetni a paprikát. Egy, kettő, tényleg nem látni semmit. Jó lenne az a gyűrűt, ha megtalálnám, mert az azért jó a gyűrű. Van egy ilyen gyűrű, ami ilyen fény aurát bocsájt ki fölöttem. Na jó, hát nem sok idő van, de megesszük azt a nasit. Ezt ide rakjuk, és meg is esszük gyorsan, mert ezt pont elég lesz ahhoz, hogy befejezzem a kis munkámat. Szerintem sikerült, jó. Ezt a megtrágyázzuk, amennyi van, én most ezzel már nem akarok nagyon különösebben foglalkozni, és akkor itt végigrakjuk ilyen izével. Paprikával, így. Kettő maradt, elrakjuk rosszabb időkre. Még ezt a két különleges magot ide elültetjük fölüre. Egy, kettő, ezt. Jó, így. Ilyen, akkor még nem glitchel, vagy nem kell glitchelni, valamit kell, ja, felkiáltó jelenre szoktam ráklikkelni ilyenkor, hogyha gáz van. Nem látok semmit egyébként, hogy mit csinálok egyébként, itt fogalmam nincsen, de a paprikát ezt már ide elnyomom. Ide meg ide, oké, ezt most meghaludni a nyavajába. Így is már lehet, hogy fáradt lesz szegény. Vagy még nem, talán nem. Talán így még nem. Na, látjátok, az a két kis konzerv milyen jól hozott. Bár mondjuk elég erős, a karfiol konzerv az elég erős. Bár ez az arany karfiol konzerv. De hát, akárhogy is nézzük, egy harmada biztos visszajött a pénzemnek, amit elköltöttem ilyesmikre, úgyhogy elégedett vagyok. Még egy napot letolunk mindenképpen. Megnézzük, mit mond a tévé. Biztos azért félig angol, félig magyar, mert közben verzió frissítés lehetett, és a magyarítást azóta nem frissítettem, de majd ránézek. De egyébként, ha működik, akkor nincs olyan nagy gond, mert jó, nem az én oldalamon áll szerencse, más meg nincs, akkor ennyi volt. Gyakorlatilag aztán innentől kezdve magyar, itt van a Demetrius, mit akar tőlem. Ah, most jön a izé. A, vagy gombákat, vagy gyümölcsdenevéreket tudnék telepíteni oda. Aha. Nekem a izé kell, a gombás. Jó, oké, köszönöm szépen, csináld meg Demetrius, én nagyon bírlak tégedet. Aha, ahogy láttam, oda lehetne tenni még négy darab búzát, pont. Ide. Hármat. Ott meg egy negyediket. Vagy nem tudom, azt mondjuk nem. Akkor ezt nem rakjuk le a negyedik búzát. Hanem, öntöznünk kell, mint a gűzű. De mindjárt benézünk abba a barlangba, amit itt Demetrius emlegetett nekem. Jé, van paprika. Akkor ezek szerint ültettem paprikát. Mindegy, ez jó hír. Nézzünk csak be, Robin dolgozik serényen, a király. A következő pénzeket, azokat már mind csirkére, meg ilyenekre fogom költeni, úgyhogy az jó lesz. Aha, itt vannak a gomba telepek, és itt tudom én két naponta ilyen jó kis gombákat tudok leszedni, ami nekem egyrészt gyűjtögetni, eladni is lehet, azt hiszem valamennyi értéke is van, másrészt meg elég jó tápértéke van, már így lehet belőle enni, mert sok van belőle lehet enni, hogy az energiaszintünket szinten tartsuk. Na. Szüreteljünk, amit lehet, hát ennyi volt, ezt azt le lehet szüretelni, jó, meg talán ezt is. Aha, igen, akkor ez kasszával kell neki ugranom, ezt nyomkodtam az összes gombot. No, akkor kaszáljunk, remélem ezért nem bántja a többit, de azt hiszem nem. Jó, és akkor téged is itt lekaszálok. Tadám! Most akkor mi legyen? Hozzak ide még búzát, vagy mi legyen? Nem tudom, mi legyen. A búzát ugyanúgy el fogom rakni, mint az egyebeket, mert abból sört akarok csinálni majd. Ezt visszarakjuk ide. Így, hogy álljunk a bundle-ökkel? Most megszíneztem, vagy nem tudom, csináltam vele. Na mindegy. Jó, ott azt nem tudom leszedni, esetleg azt nem. Jó, hát akkor ennyi. Ennyi egyelőre, most öntözünk egy nagyot, és akkor utána majd foglalkozunk az egyebekkel. Ez az. Jaj, de olyan jó újra játszani vele egyébként.
amikor néztem most legutóbb Hagymának a oxigénes live-ját, aztán akkor mondta Ibeg éppen, hogy ezt nézte vissza, vagy rásztott, nem is tudom, de ezt is szokta nézni, aztán, hogy mikor lesz, ő kérdezett rá, és akkor újra eszembe jutott, aztán gondoltam, akkor miért is ne legyen, hiszen hát én is szeretek vele játszani. És akkor játszik vele az ember, akkor jön rá, hogy milyen király egy játék ez. Jó, szerintem itt ez jó is leszek, hát búza nem drága, vagy nem tudom, nem egy nagyon nagy érvágás az venni, lehet, hogy ki kéne pótolnom itt a földeket, hogy ne kopjanak el, vagy nem tudom, csináljak komolyan. Jó, mindegy. Még egy párat itt öntözünk alul, aztán utána akkor föltöltjük a kannácskát, és akkor a felső részt, és nem is nem olyan rossz így ezzel a Cooper kannával, már egész komolyat lehet öntözni, úgyhogy szerintem ezzel már nem olyan vészes. A dolog egy kicsit elfáradok, de lesznek termények, amiket meg tudok enni, meg most gomba is lesz. Úgyhogy nem félek attól, hogy nem tudok dolgozni valahol még. Szóval bányába is még majd lenézünk, hát nem biztos, hogy ma. Bár, hogyha nincs mit tenni, akkor lehet, hogy lenézünk ma. Egyáltalán, hogy hol tartok, meg fogalmam nincs, hogy hol tartok benne, és ott is haladni kéne, de questekre is rá kell néznem. Hát itt ezt így beöntözzük innen, mert nem tudom, hogy mit kell, meg mit nem. Jó. Oké, hát akkor egyelőre ennyi. Magokat lerakosgatom. Nem, tudom, csinálok egy izét. Egy ládát. Egy ládikót gyártunk ide. Ezt visszarakjuk ide. Tötty, ametiszt. Viszek egyet a Márdinak, biztos örülni fog neki. Akkor azt hiszem, hogy kért egyet ő is. Ezt ide rakjuk, és ebbe meg nem tudom, miket fogok rakni. Ebbe belerakjuk itt ilyen magokat. Meg a kaszát, meg a, tudom én, a cseresznye bombát. Orgázbot legyen csak nálam. Jó. Ebbe mehetnek a termények egyébként. Ez mi egyébként? Karfiol mag, ezt máshol rakjuk. Ez nem itt van, meg egy tégedcséd rakunk. Jó. Jó. 45 energia egy paszternák, de amik ezek jófajta paszternák, ezt nem kéne bántanom. Ez nem ad energiát sajnos. Tulipán jó sokat ad. Ez a tavaszi szeder. Diszeder. Tavaszi. Na hát ebből nem sokat szedtem, hogy eladtam volna mindet. Na mindegy. Jó. Jó, ezt ide felrakjuk, aztán jól megesszük, hogyha úgy alakul. Az öntözőkanna az annyira nem fontos, hogy itt kéznél legyen. Oké. Te mennyit adsz egyébként nekem? 81-et, és van itt hiányom. Hát nem tudom, hogy kell-e egyelőre, nem gondolom még annyira, hogy nagyon kéne. Úgyhogy most egyelőre még ezt hagyjuk, ezt a dolgot. Menjünk, nézzünk be még egyszer ide ebbe a barlangba. Hát, hogyha valami történt, de ha nem, akkor nem. Nem történt semmi. Nagyszerű. Van 895 pénzem, hogy elmegyek Marnihoz. Vélhetően ezért kapok valamit. Vélhetően. És lehet, hogy az első kis csirkét azt megvesszük. Ezt elnevezzük valami jó kis névre. Most jön, nőtt a gaz, vagy mi történt itt? Te jó ég. Hol a baltám? Ezt üntessük már el innen ezt a förmedvényt, itt nem lehet hozzáférni. Szenet találtam, hát ez csodálatos. Az csodálatos, így együttésre széntalálás. Ez teljesen korrekt dolog. Na nézzük. Márni itthon van, nagyon jó. Készletekért jöttél. Hát nem feltétlen, de örülök neki, hogy a szalomba vagy nagyjából. Aztán neked kellett ilyen. Hát örül neki. És vélhetően ad nekem valamit. Érte. 300 pénz, ez nagyon jó pénz, 300 pénz. Igen, azok jó társaságok, de adjál nekem állatokat, vagy mit tudom én, valamit. Nem tudsz adni nekem, vagy mi van? Na, készletek vásárlása, hát széna. 1001 ilyen, ó, radiátor, az térre kell, az még ráér. Ez ennyi, oké, jó, hát itt most a szénával leszek szűk keresztmetszetbe, de állatok vásárlása, csirke. 800 gold, egyet tudok venni.
Hát értelemszerűen ide raknám ebbe a kis házikóba, aminek majd máshol lesz a helye, csak kénytelen voltam ide rakni. Mi legyen a neve? Mi legyen a neve a csirkének? Minek nevezzük el a csirkét? Legyen a csirke Pityu. Az első csirke legyen Pityu. Pityu a csirke. Ó, köszönöm. És akkor veszek egy pár darab szénát, vagy mit tudom én, nem tudom, mennyi épül ez a cucc, úgyhogy mit tudom, 1, 2, 3, 4-et veszek, elrakom. Ez gondolom 800 évig elég lesz ennek a szerencsétlen kis csirkének. Befutok a városba, ha már itt közel vagyok, nekiadom ezt a paprikát, ezt a gagyi paprikát Louise-nak, hogy kicsit pörgessük a baráti kapcsolatainkat vele. Nem hoztam virágot megint a ezének, a csajnak, hogyha itthon van, mert benézünk mindegy. Emilyvel beszélünk azért egy pár sort, nem érdekel, hogy miről beszél, ide nem mehetek be. Mi nincs itthon, az általában ott szokott lógni a szökőkútnál fönt ott a játszótér környékén. Ez meg direkt azért dekkol itt, hogy nehogy bele tudjak nyúlni a kukába, az biztos. Ó, lemegyünk akkor már gyűjtögetni is szemetet az izébe. Ó, itt a Louise-nak kukájába csak belenézek. Valami? Volt? Valami hasznos? Egy geoda, hát az király. Geoda volt Louise kukájába, király. Louise nincs itthon. Hey Louise! Hát akkor te nem is tudom hol látsz, itt benne a főtére szokott nézegetni a falai újságok, meg ilyen helyeket. Szokott kibére, ott vanni. Állj meg te! Állj meg Louise, beszéljünk egy pár sort. Hát nem tudom, hogy neked van a születésnapod, de tessék, itt van, te ezt imádod, és akkor gondolom most nagyon nagy spanok lettünk Louise-zal. Nem is látom Louise-t egyébként listába. Mivel jó barátom, fönt kéne lennie, de lehet, hogy eltekertem. Gasz. Itt van Louise, nem szeret egy kicsit sem. Jó. Hát elég tréjül állok. Neki hordtam ajándékokat is. Annyira senki nem szeret már, hogy mi az időmúlása is számít itt. Na jó, van, mindegy, ez majd egy külön projekt lesz, ez felpörgetni ezeket a kapcsolatokat. Most pedig lemegyünk a hithoz. Gyűjtünk egy-két kagylót, mert most minden petákra szükségünk van, és szerintem a hidat is megcsináltam, úgyhogy lesznek ott kagylók. Jó, hogy nem ettem meg a fölöslegesen azt a virágot, amitől föltuningoltam volna magamat, mert fölösleges lett volna, nem megyek én ma már sehova. Ez azt hiszem egy 300-as biznisz, beszéljünk ezzel a szép fiúval is. Hát igen, zavartnak tűnök, hogy megszólítalak itt lent a parton. Jó, neked is további szép napokat, én csak ennyit akartam neked mondani. Semmi többet, iszünk korát is, na itt nagy kasza lesz. Már látom, nincs itt az a jó képességű. Egy kis két agyag. Itt van, itt szokott lenni az a kalózszerűség, vagy nem is tudom, tengerész, vagy minek hívja a program. De most nincs itt szerencsére. Hopp, egy könyv. Jó, ezt nekiadjuk a múzeumnak, ügyesen, okosan. Oké. Jól van, tipli haza. Megvan minden, amit akartam. Ennél több mindent itt nem fog találni. Úgy gondolom. Még a szalon kocsmájába, vagy a szalonnak közébe beleturok, kukájába, szerintem az menni fog, hogyha itt nincs nagy forgalom. Jó, nem vettek észre, szerencsére. Nézzük meg, hogy nincs-e valami, érjek el a 40-es szintre, még mindig nem mutatkoztam be mindenkinek. Találd meg a polgármester alsó neműjét. Aha, na azzal biztos... Ó, leadtam, kidobtam ezt a küldit. Nem ezt akartam megnyomni, de mindegy. Egyébként az már ordinál volt, de ilyenkor már nem tudom visszavenni a küldetést, nem? Annak annyi. Ja. Jó, van, mindegy, úgyse akartam nagyon foglalkozni küldetésekkel. Pont, de mondjuk Louise-nál jól jött volna egy kis extra boost a barátságunkba, mert igazából őre azért hajtok így barát szinten, mert egy tök jó receptje van, ami tök alap dolgokból megcsinálható, mondjuk paradicsom, meg ilyesmi, apropó paradicsomot is kellett volna csinálnom, mert különben hiába szerzem meg a receptet.
De hát most paradicsomot nem fogok tudni ültetni már, vagy hát még tudok. Szőlő. De eddig szőlő szezon van. Ez esetben elmegyünk fölfelé is egy kicsit körbenézni. Kutya itt dolgozgat, jól van. Robin is dolgozgat, nagyon jó. Megnézzük a kis csirkénket, hogyan van a pityuka. Itt van pityu, a kis csirke, ott van, nézzétek milyen aranyos, kap egy kis simit a fejére, és akkor ide rakom neki, az 500 évig el lesz ezzel a kajával. Vize van, hideg nincs, úgyhogy gyűjthetem a következő 800-as, tehát ugye a 4 csirkét lehet ugye elszállásolni ezen a placon, úgyhogy 4 csirkét fogok beszerezni. Ide még elmegyek, mert itt is szoktak lenni növények egyébként. De hát most nincsenek. 18 óra 20 perc van. Mivel is el az időt, szerintem elmegyek. Benézek a bányába, hol tartottam. Remélem nem lesz semmi bajom, mert nálam maradtak ezek a jó kis értékes holmik, amiket le kéne adnom majd. Na nézzük, ezt nem akartam egyébként, hanem talán itt kéne lemennem, mert itt, hogyha ez működik. 30-as szinten vagyok, hát ez tökre király. 30-as szinten már vannak dolgok. Főleg denevérek meg ilyenek. Meg sötét, de miért van ilyen... Ennél sokkal jobb területek szoktak lenni. Hát nem tudom, mi legyen. Szinte el is fáradtam. Van egy fákja, de eltűnik, nem küzdködök, lemegyek egyet, hát ha világosabb. Aha, ja, ez jobb ez a hely. Gyűjtsünk akkor ilyen izéket, ilyen dolgokat, amik hasznosak. Jó, itt aztán nincs már semmi, emeljek a túloldalra is. Úgyhogy tudok 5 szintet lemenni ezzel az energiával, ami nekem van, úgyhogy megette a fene. Lejjebb mehetek még, de minek ugye? Tök sötét van. Jó, elpazaroljuk az energiáinkat, hát hogyha megtaláljuk a lejárót, meg némi követ is felszedünk. Meg hát ha találunk szenet, bár mondjuk a szerencsénk az a békaseggel alatt volt, azt írta a tévé, úgyhogy nem hiszem, hogy túl sok eséllyel kecsegtet minket itt a... De találtunk szenet, hát ez hihetetlen. Mi volt ott? Ja, ott valami állatka. Ja, aha! Nem is állatka, hanem az izé. Ez a kardom, ez a brutál, semmit érő típus. Jó van, nem tudom mit fogadni, hogyha egyszer lebirkózom. Mennyire üthetném izével is a... Nem is tudom mimmel a... Izével is a... Paprikával. Tényleg. Menjünk errefele. Ez van egy denevér cucc. Azt hiszem. Ha niszkolnák is, úgy inkább az lenne a helyes... Most így nekem, szerintem. Elhagyjuk a bányát, ja. Késő is van, nem is vagyok túl jól. Sötét is van, úgyhogy megyünk haza. Csak benéztünk, tehát a 30-as szinten vagyok, ez jó. Ez mindenképp egy jó hír. És várunk egy szerencsés napot, és hogyha nem is megyünk el a bányába, de mindenképpen elnézünk majd a kovácshoz, leadjuk ezt a geodánkat, lehet, hogy van belőle egy szuper cucc, de most minden esetre ki fogom pakolni ezeket a szuper csillagos paprikáimat, meg ilyeneimet. Hopp, 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 hopp. Itt van ezt akartam megnézni, hogy itt mi folyik itt. Agyag. Úgy látszik, a kukacok azok általában agyagot dobnak. Az általános dolog. Remélem Robin most már lassan kész lesz ezzel a cuccal. Azok még nem készültek el, jó? Na akkor pakolászunk itt a ládikóba egyet. Na tehát. Paprika lesz bőven, úgyhogy eladjuk a paprikáinkat, mindet. Ezt is eladjuk. Szenet nem, korált igen. Jó, szerintem ennyi. Ez egy viszonylag szép kerek összeg fog ebből befolyni. Megkockáztatom még azt is, hogy lehet, hogy összejön belőle a tisztenünk van. Ez két geoda. Akkor lehet, hogy találtam lent is. Ez nagyon jó hír. Jó, téged is ide rakunk. Oké.
Meg van eljött, akkor rakunk be azébe is égetni valót. Így egyet. Nagy úgy. De lesz némi fényünk. Ezt elnéztem, akkor csak 5 kell, úgy látszik, nem 10. Jó. Hadd égjen az is. Téged ide, téged meg ide. Ez mennyit ad, ez 38 energiát. Hát lehet így eszegetni a szőlőt végül is. Nem sok értelme van, de lehet eszegetni szőlőt. Oké, akkor menjünk, ezt aludjunk. Szia kutyus, simi-simi. Sirkét azt meg már megsimogattuk, úgyhogy menjünk aludni. Megnézzük mennyi a bevétel, és akkor innen búcsúzok majd el. 176, az meg 650. Mert miért 650? Ja, mert azért is 450 volt az arany csillagos. Ja, ez jó. Ez jó, azért ki összejött megint egy csirkényi árunk. Hatodik nap, és akkor ebbe most így nem is kell, belenézünk, megnézzük, mit ír a tévé. Tiszta, jó idő lesz. Egy pici extra szerencsét kaptunk a szellemektől. Na, jó van, egész jó bevételünk volt, én mindenképpen elégedett vagyok a teljesítménnyel. Igazából összefoglalva, most egy csirkét kell majd vásárolnom a mai pénzből, ami összejött, hogy ketten legyen, Pityukának kell egy barát mindenképpen. Aztán öntöznöm kell, ja, megépíti Robin a silót, akkor kaszálnom is kéne egy kicsit, hogy legyen benne bőven kaja. Meg még úgyis tudok majd még kaszálni, mert hagytam sokat elszaporodni ezt a szénát, szalmát. És akkor még a bundle-ükre kell ránéznem, majd ezzel kezdem a következő részt, hogy átfésülöm a bundle-t, hogy mit kell, hova, mert valamiket gyűjtögetnem kell bizonyosan még közben. Jól van, köszönöm a figyelmet, ha tetszett, lájkoljátok, és jövök vissza hamarosan a Stardew Valley epizódokkal, most már biztosan, mert megint kedvem szottyant hozzá, úgyhogy szerintem nem ez lesz az olyan epizód, ami két hetente jelenik meg, hanem lesz hamarosan belőle újabb rész. Sziasztok!